népszerű az ökogazdálkodás. 4 év alatt közel 3-szorosára nőtt a megyében megtermelt biogyümölcsök mennyisége. 6 milliárd forintos költségvetés. Ennyiből gazdálkodott 2018-ban Nyírbátor város önkormányzata. Dráguló nyaralások. Az előrejelzések szerint a nyári utazások jelentősen drágulhatnak 2019-ben. Négy év alatt közel 3-szorosára nőtt a megyében megtermelt biogyümölcsök mennyisége, és egyre több biogazda tér át az ökológiai gazdálkodásra. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A biogazdák szerint viszont egyre szűkösebb a piac, Magyarországon a megtermelt mennyiség mindössze 1%-át tudják értékesíteni. A gazdálkodók úgy látják, nagyobb összefogásra és saját termelői üzemekre lenne szükség a növekedéshez és a piac erősítéséhez. Almából közel 2000 hektáron foglalkoznak biogazdálkodással a megyében. Ezt a gyümölcsöt termesztik a legnagyobb területen ökológiai gazdaságban Szabolcsban. De közel 1200 hektáron biomegy is terem, és hasonló módon mintegy 900 hektáron termelnek diót is a gazdák. A megyében egyre népszerűbb az ökológiai gazdálkodás, több mint 500 gazda állt már át az ilyen típusú termelésre. De nem csak a gazdák száma és a termőterület nagysága nő évről évre, hanem a termés mennyisége is. 2014-ben egy statisztika szerint Szabolcs megyében termeltünk 6600 tonna bioalmát. 2018-ban az én becslésem az, hogy átléptük a 20000 tonnát. Tehát 4 év alatt gyakorlatilag több mint 3-szorosára nőtt a termelés, azért ez az jelent valamit. És a 2019-es prognózison pedig az, hogy ez 20% és 50%-kal is nőhet. Amennyiben továbbra is ilyen gyors ütemben nő a megtermelt mennyiség a bionövényekből, az amúgy sem nagy piacon egyre nehezebb lesz értékesíteni azokat megfelelően. A megyében a megtermelt biotermékek 99%-a külföldre megy, csupán 1% kerül itthon feldolgozásra és a boltok polcaira. A feldolgozás az nagyon gyerekcipőbe jár sajnos. Nagyon kevés a feldolgozó Szabolcs megyében is. Tehát ezeket a keresük is azokat a feldolgozókat, akiket be tudunk kapcsolni, és az ügy mellé tudjuk állítani. Megkeressük azokat a üzemeket, amelyek most nem biosok, nem termelnek biót, és valamilyen formában tulajdonképpen termelői tulajdonba tudjuk venni. Mert ezek az üzemek lesznek azok, akik ténylegesen fogják tudni befolyásolni a piacot. A biotermékek hazai piaci szerepének erősítésére további tervek is vannak a gazdák részéről. Nagyszerű lenne az, ha a kormányunk 30%-os bevitelét meg tudnánk oldani, már olyan az élelmiszer bevitelét a gyerekeknek, kórházaknak, és ez nagyban elősegítené a mi tevékenységenkét is, mert így a piacra jutás és a piac biztosítása megvolna a mi termékünknek is, akár még csak egyszerűen, mint asztali almának is. A nyugati országokban a biotermék fogyasztása napi szintű a lakosság körében. Magyarországon is egyre nő a biotermékek iránti kereslet, köszönhetően a tudatos fogyasztói tendencia erősödésének. Így a boltok polcaira is egyre több biotermék kerül, és ma már egyetlen komoly üzletlánc sem próbál meg biotermék nélkül működtetni egy áruházláncot. Közel 6 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodott 2018-ban Nyírbátor önkormányzata. A városban a legnagyobb beruházás a Bátor István Katolikus Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium 1,3 milliárd forintos bővítése volt. 2019-ben elkezdődik az elkerülő út első szakaszának építése, kerékpárutak készülnek, és elindulhat az önkormányzati bérlakás program is. Induláskor 4,5 milliárd forint volt Nyírbátor idei költségvetése, amely évközben beruházásoknak és ingatlan értékesítéseknek köszönhetően 6 milliárdra emelkedett. A legnagyobb beruházás a Bátori bővítése volt, 1,3 milliárd forintos állami és egyházi forrásból egy tornacsarnokot, 9 új tantermet, konyhát és ebédlőt kapott az intézmény. A megye egyik legnépesebb települése 2018-ban ünnepelte városi rangja visszaadásának 45. évfordulóját.
Több fejlesztés és beruházási elképzelésünk volt ebben az évben, és szerencsére pozitívan mondhatom, hogy az előkészített projektek nagy részét sikerült évvégére lezárni. Ebben vannak létesítményfejlesztések, vannak infrastrukturális beruházások, és nagyon sok projektet is sikerült előkészítenünk a következő évre, ami nyilván egy másik nagy feladat lesz majd. Amit én még pozitívumként erről az évre mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy a város gazdasága tovább erősödött. Ebben az évben is több olyan termelő csarnokot tudtunk átadni, ami emberek százainak ad munkát, nem csak itt Nyírbát, hanem a térségben is. És ez a fajta növekedés természetesen hozta magával a bérek erősödését, és ami azt gondolom, hogy talán a legfontosabb eredmény. És amit még ebben az évben mindenképpen ki kell emelni, hogy ebben az évben ünnepelt a város 45 éves évfordulóját a második várossá válásának. Ezért egy hosszú rendezvény sorozaton vagyunk túl, ünnepeltünk helyiekkel, elszármazottakkal, szakemberekkel. Szóval azt gondolom, hogy programban is és fejlesztésben is nagyon gazdag volt ez az év. A legnagyobb beruházásunk ebben az évben a katolikus gimnázium épületének átadása, bővítése, ami azért is fontos, mert nem csak egy iskolai nevelési intézmény bővült, hanem egy újabb sportlétesítménye lett a városnak. Aztán elindult végre egy olyan körforgalom építése, amely még ugyan a napokban tart, és remélhetőleg rövid időn belül befejeződik, ami az egyik legveszélyesebb csomópontnak az átépítését jelentette, de emellett több iskolánk, óvodánk felújítása történt meg ebben az évben, ami azt gondolom, hogy egy város számára legfontosabb, hogy a nevelési feltételek a gyerekek számára minél magasabb színvonalon legyenek, és ez sikerült. A fejlesztések 2019-ben is folytatódnak, mivel több nyertes projekt mellett előkészítés alatt is állnak pályázatok. Tovább folyik az intézmények felújítása, a következő évben bölcsőde bővítése, kapacitása duplázódik meg, ifjúsági családi központot fogunk kialakítani, hogy a fiataloknak legyen kikapcsolódási, szórakozási lehetőség, és nagyon sok infrastrukturális beruházás lesz. Elkezdődik végre a város elkerülő útjának az első szakaszának a megépítése, fejlesztjük az ipari parkot, ugye ezt nem kell mondanom, hogy ez Nyírbátorban rendkívül fontos, de egy nagyon komoly belső kerékpárút hálózat fejlesztési program is megindul, hiszen most már nem csak a külső településekről a bekötőutak épülnek meg kerékpárutak tekintetében, hanem a város belterületén is szeretnénk kialakítani a biztonságos közlekedést, és ezért a járdák, a gyalogátkelők, zebrák és a kerékpárutak építése az a jövő év nagy feladata. Nyírbátorban mindent meg akarnak tenni azért, hogy helyben tartsák a fiatalokat. Ezt szolgálná a jó ideje napirenden lévő önkormányzati bérlakás program is. Ezt az önkormányzat hitelből szeretné elindítani, mi a tervekkel már évek óta készen vagyunk. Idei évben is benyújtottuk a kormány engedélyére a kérelmet a hitel jóváhagyására. Napokban várjuk, hogy ez megtörténjen, de született egy döntés a képviselőtestületnél, hogyha amennyiben a hitelt nem hagyja jóvá a kormány, akkor befektetői forrásból ezeket az önkormányzati bérlakásokat elkezdjük építeni, hiszen erre nagyon nagy az igény, és csak úgy tudjuk helyben tartani a fiatalokat, hogyha biztosítunk számukra olyan bérlakásokat, ahol ők meg tudják fizetni a helyben maradás költségeit abból a fizetésből, amit itt a munkahelyeken megkapnak. A polgármester elmondta, a tervek szerint 2019-ben is 6 milliárd forint körüli költségvetésből gazdálkodik majd Nyírbátor városa. 2019-ben összesen 7 hosszú hétvége lesz a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete alapján. Ezek közül 3 háromnapos, 3 négynapos és 1 hatnapos kikapcsolódásra ad majd lehetőséget. Március 15-e péntekre esik, így ez lesz az első háromnapos hétvége. Nagypéntek tavaly került fel a pihenő napok listájára, így a húsvéti hétvége már nem 3, hanem 4 napos lesz, április 19-től 22-ig. Május 1-e idén szerdára esik, így az nem ad hosszú hétvégét. A következő pihenő nap június 10-e pünköst hétfő lesz majd. Augusztus 20-a az államalapítás ünnepe kedre esik, ami 4 napos hosszú hétvégét eredményez, hiszen a 19-ét hétfőt kicsit korábban, augusztus 10-én szombaton kell majd ledolgozni. A következő ünnepnap október 23-a lesz, ám ez május 1-éhez hasonlóan szerdára esik, hosszú hétvégét nem ad. November 1-e viszont péntek, így ekkor ismét háromnapos pihenésre lesz lehetőség. Decemberben kicsit felborul az élet, hiszen a hónap elején egymás után 2 hosszú hét is vár a dolgozókra, 2 szombati napon, december 7-én és 14-én is dolgozni kell majd.
Előbbivel 24-ét Szenteste napját, utóbbival pedig 27-ét kell előre ledolgozni. Cserébe azonban az évvége szinte teljesen a pihenésé lehet, ugyanis december 24-től 29-ig, vagyis 6 napon keresztül nem kell majd dolgozni, így ritka, hosszú hétvégével zárul majd 2019. Az elmúlt évekhez képest jelentősen drágulhat a nyaralás a török rivérán, helyette egy új desztináció fog feljönni a palettára, a Közel-Keleten található Omán fehér homokos tengerpartja. Az előrejelzések szerint ez lesz a legkeresettebb úti cél 2019-ben. A magyarok még mindig a nyári időszakban utaznak a legtöbbet, ez az utazási irodák számára is zsúfolt, ezért érdemes minél hamarabb szállást foglalni. 2018-ban is népszerű karácsonyi ajándék volt az utazási és a szállás utalvány. Tavaly a hazai turisztikai célpontok közül Hajdúszoboszló és Siófok volt a legnépszerűbb, a külföldiek közül pedig a klasszikus görögországi, bulgár, olasz és horvát nyaralásokat választották a leggyakrabban. Az előrejelzések szerint azonban idén egy új célpont is felkerül a palettára. Egy Magyarországnál háromszor nagyobb ország az Arab-félsziget délkeleti pereméről. 2019-ben szerintem az elkövetkezendő időszakban, amit most így lehet látni, egy új desztináció fog feljönni a palettára, amit még kevesen ismernek, ez Ománnak a fehér homokos tengerpartjai lesznek, úgyhogy reméljük ugyanúgy, ahogy Dubáj ugye közkedvelt lett a magyarok körében, Omán is hasonló népszerűségnek fog örvendeni, ez egy abszolút új úti cél lesz, és bízunk benne, hogy egyben sikeres is lesz, hiszen akik voltak Dubájban, azok elmondták, hogy csodaszépnek tartják, nagyon-nagyon pozitív visszajelzésekkel jönnek vissza, úgyhogy ebből kifolyólag bízunk abban, hogy Omán is ugyanilyen népszerű lesz az elkövetkezendő években. Ománban az időjárás nyáron rendkívül forró, ráadásul a tenger közelében a levegő páratartalma is magas. A hegyek általában esősebbek, mint a sűrűbben lakott parti síkság. Vannak évek, amikor teljesen elmarad a csapadék, máskor pedig a monszun is elérheti a partmenti városokat. Nyáron a sivatagos részeken nem ritka az 50 Celsius fok feletti hőmérséklet sem, így az ideutazóknak fel kell készíteni szervezetüket a forróságra. A magyarok utazási kedve azért még mindig a nyári szünetre, tehát az iskolai nyári szünetre tevődik, tehát a július-augusztus lesz az, ami abszolút teltházas, akár itt belföldön, akár ugye a külföldi utazások vonatkozásában, és azért még azt talán figyelembe lehet venni, hogy az előrejelzésekből azt látjuk, hogy az a török riviéra, ami eddig ugye a legközkedvelt volt ár-értékarányba, az most egy kicsit ármagas szempontjából egy kicsit magasabb lesz, tehát biztos, hogy sokan lesznek azok, akik a török rivéra helyett más úti célt fognak az idén választani. Az előfoglalások már december elején elkezdődtek, hiszen sok helyen évvégén be kellett osztani a következő évi szabadságokat. Ahogy az előző években, úgy idén is népszerű lesz a programturizmus. Sokan nem csak pihenni vágynak egy-egy nyaralás alkalmával, szeretnének élményeket is szerezni, ezért az idei utazás kiállításnak is erre utal az alcíme. Az aktív hétvége van szlogen értelmében február 21 és 24 között tájékozódhatnak az érdeklődők a 2019-es utazási trendekről. Tavaly 17,5%-kal több új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, mint 2017-ben. Ez közel 140 ezer gépjárművet jelent. A kis haszongépjárműveknél is jelentős 14%-os növekedés mutat a statisztika. A teljes évben forgalomba helyezett járművek száma ebben a kategóriában jóval meghaladta a 22 ezres darabszámot. Ettől is jelentősebb a növekedés a motorkerékpárok piacán. Ott közel 31%-os bővülést figyeltek meg a szakemberek. Hasonlóan jelentős, 28,9%-os növekedés mutatott a forgalomba helyezett traktorok száma is az előző évhez képest. Kisebb bővülés mutatott ugyanakkor a nagy haszongépjárművek piaca. Ott 6,7%-os volt a növekedés. A legkisebb változást a buszok piaca mutatta. 2018-ban 663 busz került forgalomba, ez 2,8%-kal több, mint 2017-ben. A MOL bruttó 10 forinttal csökkenti a 95-ös benzin, és ugyanennyivel a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken. Az autósok a mérséklésnek köszönhetően 341 forintot fizetnek majd átlagosan egy liter benzinért, a gázolajért pedig 375 forintot. Fontos azonban, hogy a töltőállomások árai között akár 50 forintos különbségeket is lehet tapasztalni.
Az új vezetőedző Zorán Spisztyák irányításával kezdte el a felkészülést csütörtök délelőtt a Nyíregyháza Spartakusz. Január 12-ig hazai környezetben készül a csapat, majd a törökországi Larába utazik a Spari, ahol két héten keresztül edzőtáboroznak a piroskékek. A tavaszi rajton február 3-án Budaörsön lép pályára a Nyíregyháza. Mozgalmasan telt a téli pihenő a Nyíregyháza Spartakusznál, már ami a szakmai stábot érintő változásokat illeti. A klub vezetése még karácsony előtt megegyezett a legutóbb a Vácot irányító Zorán Spisziákkal, aki vezetőedzőként, valamint sportigazgatóként dolgozik a jövőben a piroskékek sikeréért. A korábban Magyarországon Debrecenben, Újpesten és Békéscsabán is ténykedő szakemberrel érkezett Purgony Árpád is, aki szakmai igazgatóként dolgozik majd a klubnál, úgy, hogy az utánpótlás felügyelete is hozzátartozik. A korábbi szakmai stáb tagjaira is számít az új vezetőedző, aki szerint ősszel jócskán maradtak pontok a csapatban. Amikor Spariról van szó, nem volt olyan nehéz ezt a döntést elhozni, mert én Sparit már éveken keresztül figyelem, még Debrecenben dolgoztam. Tudom, hogy milyen kapacitású, milyen kalibrú klubról, meg csapatról van szó. Azt mondom, hogy nem volt nehéz ezt a döntést hozni, és úgy dönteni, hogy itt szeretnénk tovább dolgozni. A tabella mutatja egyrészt, és ez a realitást, ebből kell indulnunk, hogy 14. helyen áll most ebben a pillanatban a csapat. A játékosom, a kapacitás belül azt mondom, hogy sokkal több van. Kielemezve, hogy a csapat mennyi rutin van, azt mondom, hogy ők top 5-ben vannak. Ha nézzük a másik oldalt, a Transfer Market értékelés szempontból, akkor top 6-ban vannak. Azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ez a klub ennyit investált és ilyen játékosokat hozott ide. Igazából az igazság az, hogy ebbe a pillanatban még nem hozták ki magukból a maximumot. Nekünk a feladat, hogy ezt próbáljuk ebbe a fél be maximumra tolni, hogy most az top 6-ban lesz, vagy top 8-ban, az úgyis majd a bajnokság eldönti, de mindenféleképpen nagyon szeretnék ott top részben lenni. Az idei első edzésen 26 futballista vett részt, köztük volt a sérülés után visszatérő Gyurján Bence, Nagy Tamás és Gulyás Máté is. A csapatkapitány Fodor Ferenc a pályán és azon kívüli segítségére szeretne lenni az új vezetőedzőnek. A munkáját szeretném én is mindenben támogatni, illetve segíteni a helyi adottságokhoz, hogy még jobban és még gyorsabban tudjon alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy játékosként semmi más teendőm nincs, ugyanaz, mint eddig. Edzéseken és a meccsen 100%-ot nyújtani. Biztos, hogy a közönség is és a klub is eredményeket vár tőlünk, úgyhogy bízom benne, hogy az idei szezon az sikeresebb lesz, mint az előző. Változás egyelőre nincs a játékos keretben, az esetleges távozókról, illetve érkezőkről a vezetőedző szerint még korai beszélni. Ebben a pillanatban a fókusz azon van, hogy ezt a csapatot hozzuk fel a maximumra, és akkor döntsük, hogy kell és hol kell erősíteni. A nyíregyháziak január 12-ig hazai környezetben készülnek, majd aznap már edzőmeccset is játszanak. Másnap a törökországi Larába utazik a csapat, ahol két héten keresztül edzőtáboroznak Fodorék. Ez alatt a román Hermenstadt, a kazak Shakhtar Karagandi, a német Wacker Nordhausen, a szerb Spartak Subotica és az orosz Krasznodar ellen lép pályára Zorán Spisziák együttese. A tavaszi szezon nyitányán február 3-án Budaörsön vendégszerepel a Nyíregyháza Spartakusz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 4 év alatt közel 3-szorosára nőtt a megyében megtermelt biogyümölcsök mennyisége, és egyre több biogazda tér át az ökológiai gazdálkodásra. A biogazdák szerint viszont egyre szűkösebb a piac. Magyarországon a megtermelt mennyiség mindössze 1%-át tudják értékesíteni. A gazdálkodók úgy látják, nagyobb összefogásra és saját termelői üzemekre lenne szükség a növekedéshez és a piac erősítéséhez. Nyírbátor városában a legnagyobb beruházás a Bátori István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium 1,3 milliárd forintos bővítése volt 2018-ban. 2019-ben elkezdődik az elkerülő út első szakaszának építése, kerékpárutak készülnek, és elindulhat az önkormányzati bérlakás program is. A megye egyik legnépesebb települése tavaly ünnepelte városi rangja visszaadásának 45. évfordulóját. A hazai turisztikai célpontok közül Hajdúszoboszló és Siófok volt a legnépszerűbb 2018-ban, a külföldiek közül pedig a klasszikus görögországi, bulgár, olasz és horvát nyaralásokat választották a leggyakrabban. Az előrejelzések szerint idén egy új célpont is felkerül a palettára, a Közel-Keleten található Omán fehér homokos tengerpartja lesz a legkeresettebb úti cél 2019-ben.
Önök a Kölcsey Televízió iradóját látták január 3-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét! Holnap változóan felhős, de hideg időre számíthatunk. Pénteken napközben továbbra is hideg, száraz levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, csapadék nem valószínű. Az északi szél néhol megélénkül, reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható néhány órás napsütéssel. Elszórtan egy-egy hózápor előfordulhat, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén már több lesz a felhő, és szombaton havazásra is számítani lehet. Hétfőn hosszabb időszakokra kisüt a nap, majd kedden ismét befelhősödik az ég, és többfelé is előfordulhat havazás. Hideg idő várható, ha kifejezetten csípős éjszakákat fagyos nappalok követik.